Piros karika jelöli a szabálytalanul közlekedő terepjárót. Mutatjuk lassítva, hogy először áttöri a sorompot, majd rákanyarodik a sínekre, és el is indul azokon. Néhány másodperccel később pedig letér, de csak pillanatokon múlott, hogy a kocsi mögött nagy sebességgel érkező vonat nem tarolta le a járművet, a benne ülő sofőrrel együtt. Ekkor viszont még mindig nem ér véget az érthetetlen álmokfutás. A kocsi újra felhajt a sínekre, és újra elindul azokon, majd megáll néhány métert haladva. Ekkor szemtanúk szaladnak oda, akik segítenek megtalálni a helyes irányt a sofőrnek. Az egészen elképesztő jelenet sorban rendőrségi ügy lett. Kollégáim azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és az eljárás során kiderült, hogy a járművet egy 65 éves veszprémi nő vezette, akit gyanúsítottként hallgattak ki az ügyben, gondatlanságból elkövetett vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetése miatt. A nő végül beismerte, amit a kamera amúgy is rögzített, de hogy miért csinálta az elképesztő jelenetet, azt nem tudta megmagyarázni. Ennél a vasúti átkelőnél egyébként az elmúlt hónapokban többször is letörték már az arra közlekedő autók a sorompót. A rendőrség szóvivője azt kéri, a vasúti átkelőket minden közlekedő fokozott óvatossággal közelítse meg. Akkor is tekintsenek körül, amikor a vasúti fényjelzőkészülék fehér jelzést mutat, tehát azt szabadon át lehet hajtani a vasúti átjáróban, illetve amikor mozgásban van a sorompó, vagy az már éppen lecsukódott, akkor mindenképpen álljanak meg, és csak a sorompó felemelkedése és a szabad jelzés mellett induljanak el újra. A vasúti sorompót letörő, majd a sínekre többször is felhajtó nő akár több év börtönt is kaphat tettéért.